Középiskolásokkal telt meg a Pécsi Nagy Lajos Gimnázium sportcsarnoka csütörtökön. A megye minden intézményéből érkeztek fiatalok, hogy találkozzanak az ország felsőoktatási intézményeinek képviselőivel. Nagyon macerás a vidéki gyerekeknek elutazgatni a különféle városokban nyílt napokra. Sokkal jobb, hogyha meg tudjuk tenni azt, hogy ide hívjuk őket. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy gyakorlatilag felajánltuk a megye összes iskolájának, középiskolájának azt, hogy szintén részt vehetnek ezen a rendezvényen, és így nyilván az egyetemiknek is jobban megérte eljönni. De ugye ez csak egy része a történetnek, hiszen rengeteg előadás megy. Ahol akár a technikai tudnivalókat is megtudhatták az egyetemi jelentkezéshez, de hallhattak még információkat a duális képzésről, illetve a szakmatanulásról. Ebben a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamra segítette az iskolásokat. Kamaránk azt vállalta, hogy cégeket szervezünk, ahogy ezt mindig tettük. 8 cég, 2 különböző teremben déltől tart nagyon rövid tájékoztatót az érdeklődő diákoknak, hogy mit csinál egy cégnél konkrétan egy mechatronikus, egy elektrotechnikai műszerész, egy gépész, egy mérnök, egy építész, egy környezetipari szakértő, sorolhatnám. Jó a hazai felsőoktatás, ezt mutatják a statisztikák is, mondta a rendezvényen az oktatási kormányzat képviselője. Egy tartalmilag is megújult felsőoktatás az, ami várja őket itt Magyarországon. Ezt egyébként a külföldiek is tudják, hadd emeljem ki, hogy idén októberi statisztika szerint 33 ezer külföldi hallgató van a magyar felsőoktatásban. Lényegében a teljes hallgatói létszámnak 11-12%-a külföldiekből tevődik összejük. Lényegében lábbal szavaznak arról, hogy jó a magyar felsőoktatás, mert ide jönnek tanulni. Miközben csak 8-9 ezer magyar fiatal választ külföldi egyetemet, mondja az államtitkár. A Hova tovább nap, vagyis az Egyetemi Svédasztal néven megrendezett pályaválasztási napon több mint 20 felsőoktatási intézet kínálta képzéseit.